Török-lengyel-cseh partnerrel együtt Magyarország lesz a társrendezője a 2019-es női röplabda Európa-bajnokságnak. Először lesz nálunk felnőtt ebbi egyébként. A döntés segítette a már a második kontinens tartalmára készülő női válogatottunk teljesítménye is nyilvánvalóan a kilátásokról a TAO körbe került sporták főtitkárát Ludvíz Zsoltot kérdezem. Én kívánok, szóval Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Zsolt, hogyha az olimpia a tízes mondjuk, a foci vb legyen a kilences, a vízes végén mondjuk a nyolcas erősségű, mondjuk méretű rendezés logisztikában, vendégek, szurkolók száma, médiafigyelem, stb. stb., akkor egy ilyen női röplabda EB, az hanyas lehet? Nehéz megmondani, hiszen ugye most vagyunk éppen a női EBA előtt, és most lett vége a férfi Európa bajnokságnak Lengyelországban. Hát ha lengyelországi méretekben gondolkodunk, akkor, akkor mindenféleképpen akár a vizes nek a szintjét is tekintetjük, hiszen gyakorlatilag a nyitó meccs 65 ezer néző előtt a Varsói Nemzeti Stadióban kezdődött, majd pedig négy helyszínen 10-15 ezeres csarnokokban teltházzal zajlottak a mérkőzések tehát a férfi röplabdázásban ez mindenképpen mérvadó. A soron következő azerbajdzsáni EB-n, is egy, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép arénában az egykori európai játékoknak is helyszínül szolgáló bakúja arénában lesz majd az EB eseménye. Én azt gondolom, hogy szintén tehát házas mérkőzésekkel, viszont 2019-re négy helyszín, négy ország, én azt gondolom, hogy minimálisan, minimálisan ezen a ranglistán egy olyan hatos uh -huh. szinten kell, hogy elhelyezzük a röplabdázás Európa bajnak kis és mérkőzéseit. Na most egy helyszín, nem egy helyszín, egy ország rendez, szétszórják több országba, illetve a városokban, azt látjuk, hogy a labdarúgásban is lesz most egy ilyen kísérlet, nem mindenki örül ennek, vitatják, hogy ez jó módi, hosszú távon is ki kell emellette tartani. Te hogy látod főként hogy az előbb felsorolt számok, meg koncentráció, meg nagy rendezvények mellett, hogy a röplabdában ez lehet a jövő útja? Ugye két nagyon fontos dolog történt a 2019-es EB kandidálás során. Az egyik az az, hogy felemelték a részvételi létszámot. Eddig 16 ország válogatottjai vehettek részt, most 24-esre fog emelkedni ez a kvóta. Ez bocsáss meg, ez pedig, ha úgy veszük, akkor teljes párhuzam a férfi kosárlabdával itt is. Az Így tud. van. A másik pedig, hogy engedélyezték, hogy akár négy ország is rendezhesse a kontinens viadalt, négy különböző helyszínen, természetesen beosztva hogy ki lesz majd a főrendező. Ez jelen esetben ugye Törökország a mi esetünkben, tehát Ankarában van tervezve magának a döntőnek majd a lebonyolítása, én azt gondolom, hogy, hogy ezzel a, az Európai Szövetség azt a jelleget akarta mindenféleképpen bemutatni, hogy, hogy több ország összefogásával igazából nagyon nagy eseményt lehet majd kreálni. E, nagyon jó példa a férfi 2019-es EB, ahol Belgium, Hollandia, Szlovénia és végül pedig Franciaország lesz majd a rendező hihetetlen terveket kezdtek el kovácsolni, hogy hogyan kapcsolják össze majd a résztvevő és a rendező városokat. Én azt gondolom, hogy ez a, a sportnak az összekötő erejét és az európai ságát mindenféleképpen ki fogja emelni, ahogy a mi esetünkben is majd. Ha nem lett volna a női válogatott uh, kitűnő teljesítménye, egymás után két euró uh, pabajnoki kijutás, akkor alig kapjuk meg ezt a társadalmi státust? Mivel gyakorlatilag felkértek minket arra, hogy ebben az első kezdeményezésben vegyünk részt, én azt gondolom, hogy ha nem lettek volna eredményeink, akkor meg sem fordul a fejükben az, hogy a Magyar Szövetséget felkérjék egy ilyen rendezésre. És hát nagyon sokat jelentett az, hogy a Magyar Röplabda Szövetség az elmúlt három-öt évben egy igen erőteljes aktivitást kezdett el mutatni a nemzetközi szintéren is. Jelen lettünk újra a nemzetközi életben, vállaltunk olyan rendezéseket, amelyekre korábban nem volt példa. Tavalyú 19-es női Európa-bajnokságot, idén pedig út 19-es fiú Európa-bajnokságot rendeztünk. Idén volt az EIOF Györben, amelynek szintén a Magyar Röplabda Szövetség volt a szakmai lebonyolítója a Röplabda sportágot érintett. Át rendezői aktivitásunk van, eredményünk van a női válogatott miatt, jelen vagyunk a sportdiplomáciában, ez mind szerencsés együttállás volt, és a váltásba ezeket az új fiatal feltörekvő nemzeteket mindenképpen szerették volna belevonni. A CEV elnöke Alexander Boricsics egyébként nagyon-nagyon szereti Magyarországot, sokszor játszott itt még fiatal korában, ő maga is nagyon-nagyon pártolta azt, hogy Magyarország még aktívabb legyen, és ha tud, akkor szerepet vállaljon ebben az LB rendezésben. Mennyi dilemmázott rajta a szövetség, amikor a ceft megérkezett a felkérés, hogy ez vállalható-e? Sokat, sokat. Természetesen hiszen maga az első jelzés, hogy esetlegesen vegyünk részt ebben, már a előző évi Nemzetközi Röplabda Szövetség kongresszusán elhangzott. Tulajdonképpen ott már megkeresett minket Boricsics úr ezzel a lehetőséggel. Utána folyamatosan mentek még az egyeztetések, változtak a rendező országok is, akik esetlegesen ebben részt vennének. De a végső igent és a végső áment ezt most Krakóban, a Európai Szövetség kongresszusán Kellett, hogy meghozzuk, és végül is egy rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy akkor belevágunk ebbe a kalandba, mert olyan lehetőséget kapunk, amelyel élnünk kell. A csapat megérdemli azt, hogy hazai közönség előtt játszon Európa bajnokságon, imáron zsinórban ezek, ezáltal harmadjára kiharcolva a részvételt, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy mind a magyar Röplabda szurkolók, mint pedig a Sportbarátok ezt a sportágat is még erőteljesebben fogják majd támogatni jelenlétükkel. Na most itt arról van szó, hogy először egy hatos csoportot lát vendégül Magyarország, de milyen esély van a nyolcad döntőre? Ez a magyar válogatott teljesítményén múlik kizárólag, tehát ha tovább mennének, akkor kapnánk egy nyolcad döntőt? Hát előzetesen már be kell vállalni természetesen azt, természetesen az, hogy milyen szintereket fognak rendezni az országok. A jelenlegi állapotban, de még rengeteg egyeztetés előtt vagyunk a rendezőkkel, az a konszenzus kezd kialakulni, hogy a csoportmeccsek után minden rendező ország még egy nyolcad döntőt is vállaljon be, és ezt követően fogjuk majd leszűkíteni két rendezőre az EB-t, ami valószínűleg Törökország és Lengyelország lesz, és ők viszik tovább a negyed, az elő és a végső döntőt is. Az álljuk ki, mi a záguk, nem leszünk benne valószínűleg. Um, vagy hát, Zárjuk ki? Zárjuk Reméljük, hogy nem kell kizárnunk. Nagyon-nagyon mm. nagyon bízunk benne, Tehát, hogy minél többet szeretnénk. Tovább hogy... lehet jutni. Uh -huh. mi a akár rendezés, a kettőbe is szeretnénk. A rendezés venni? tekintetében mi a nyolcad döntőig gondolkodunk jelen pillanatban. Ugye az anyagi lehetőségek azért bekorlátoznak majd minket, és még jó néhány ilyen jellegű megbeszélés előtt vagyunk, hiszen most indítottuk el a folyamatot. Vannak elvi igényeink és támogatásaink, de természetesen mind akár a helyszín, hiszen Budapestet szeretnénk helyszínül megnyerni ennek a ebérendezésnek mint pedig az állami sportirányításnak a támogatása szükséges ahhoz, hogy, hogy véglegesen azt tudjuk mondani, hogy mi az, amit tudunk vállalni. Én azt gondolom, hogy, hogy az alapot úgymond tudjuk vállalni, magyarán a csoportmérkőzéseket és a nyolcaddöntőt is, ezt követően pedig még minden a jövőnek a függvénye. Nagyon bízunk abban, hogy magának a csapatnak a teljesítménye is el tudja majd azt érni, hogy esetlegesen azt láthassuk, hogyha nyolcad döntőbe jutunk, akkor esetleg onnan van még tovább út, de ez még azért nagyon a jövőnek a zenéje. most a terveitek szerint akkor a helyszín nyilvánvalóan a Paplászló sportaréna, igaz? Budapest, van, mi, az, mi az alternatíva? Így van, tehát Budapest gyakorlatilag a helyszín, és ezért nagyon-nagyon szeretnénk mindent megtenni. Ugye 2019-ben Budapest lesz Európa sportfővárosa, ebbe a rendezvény sorozatba tulajdonképpen egy ilyen mérvű rendezvény nagyon-nagyon jól beleilleszkedik, és viszont a követelményeknek meg kell felelnünk. Az Európai Szövetség által Európa bajnoki döntőben a minimum követelmény egy 5000 fős sportcsarnoknak a megléte. Budapest túlságosan nem jól ellátott ilyen jellegű létesítményekkel, konkrétan jelen pillanatban nincs ilyen létesítmény, amelyben ezt meg lehet oldani. Ja, bocs, hogy közbevágok, de hát, hogyha már mondtad a lengyelországi esetet, tulajdonképpen akkor ott van a Grupa Maréna is, nem? Így van, hát nem ártana Csak befedni, be kéne de, mert hogy a Varsói Nemzeti Stadion az egy fedett, Igen, az fedett labdarúgó ja. létesítmény, én azt gondolom, hogy merhetünk nagyot álmodni természetesen, de a realitás talaján maradva, én azt gondolom, hogy óriási eredmény lenne, hogyha a paplásztó sportarénát meg tudnánk tölteni magyar szurkolókkal. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyszínt tudnánk kreálni természetesen magából az arénából. Igazából nem látunk más alternatív lehetőséget, tehát innentől kezdve, hogyha nem tudunk egy ilyen helyszínben gondolkodni, akkor már csak vidéki helyszínek jöhetnének szóba de nagyon szeretnénk azt, hogyha ide tudnánk koncentrálni a nézőket. Milyen büdzséről van itt szó? Tehát egy ilyen rendezés, vegyük csak a csoportmeccseket, meg egy nyolcad döntőt, az Hát ugye, nagyjából azért ez, ez komoly állami segítségre lesz szükség. Abszolút, mindenféleképpen ugye? az állam támogatására, szerepvállalására mindenféleképpen szükség van egy ilyen rendezvénynél, egyeztetve korábban már az államtitkársággal erre van mód és lehetőség, természetesen át kell beszélni a részleteket és azt, hogy milyen segítséget tudnak konkrétan megadni, szponzorok, támogatók megléte, illetve magának a rendező városnak a segítsége is borzasztóan fontos, hiszen olyan dolgokat tudnak átvállalni a rendezésből, a szervezésből, amelyek nagyon nagy segítséget jelentenek, akár a logisztika, akár a létesítmény, vagy mondjuk szurkolói zónák kialakítása, marketing és egyéb elemeknek a, a bevállalása óriási segítség egy ilyen esetben. Van egy úgynevezett rendezői díj, amelyet a rendezőknek kell befizetni, Itt ugye ez négy ország felé oszték szét, ez jelen pillanatban másfél millió euró. Ezt kell összedobnia, úgymond a négy országnak az együttes megállapodásnak megfelelően. Erről konkrétan a négy ország elnöke majd most Azerbajdzsánban fog beszélni, ott lesz egy találkozó Bakuban. Ahol ezeket a pénzügyi lehetőségeket is megtekintik. Emellé természetesen a rendezése járó költségeket is be kell majd kalkulálni. Előzetes számításaink szerint rentábilis rendezvényt tudunk csinálni. Nem összehasonlítható egy ilyen rendezvény, mondjuk egy vizes VB-nek a rendezési költségeivel, azonban a magyar öröklabdázásnak az eddigi, és nagyon bízom benne, hogy a a, a, az eddigi rendezvényeikhez mérten egy nagyon kiemelt ö, ö, költségvetésű rendezvényt kell majd csinálnunk, de nagyon bízom benne, hogy az elején is hogy nem a TAU látvány kerülés, hanem a megjelent érdeklődés a sportág iránt hozni fogja magával azokat a támogatókat, akiktől remélhetjük azt, hogy meg tudjuk oldani majd ennek a költségvetésnek a meglétét. Hát így legyen jó munkát hozzá, előtte meg ugye Fehér Orosz felkészülési turnén vannak a lányok, úgyhogy jöjjön az EB idegenben egy jó teljesítmény. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.